A Kultúrpontot látják, köszöntöm Önöket. A műsor első részében megismerhetnek egy fiatal festőművészt, aki tájképei mellett egyedi portréival hívta fel magára a figyelmet. Ellátogatunk a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont új kiállítására, és az is kiderül, milyen adventi programokat szervez a Hagyományok Háza. A következő percekben egy olyan fiatal képzőművészt ismerhetnek meg, aki autodidakta módon sajátította el a festészet alapjait. Hullám be a újszerű megoldásaival hívta fel magára a figyelmet. Nem mindennapi portréit most a Hegyvidék Galéria mutatja be. Egy fiatal képzőművész, aki bár nem készült tudatosan a művészi pályára, a saját erejéből mégis sikereket ért el. Hullám be az utóbbi időben egyre ismertebbé vált, sorra nyílnak a kiállításai. Különleges festményeit most éppen a Hegyvidék Galériában láthatják. Ez a tipikus, mindig rajzolgattam, egészen kicsi koromban is, de igazából, amikor az olajfestéket kipróbáltam, hogy olajjal kezdtem el dolgozni, az 2000-re tehető. Akkor volt itt több idő erre, de akkor is még csak a családnak, hát így hamar elkapkodták, és abszolút hobbinak indult. És 2014, ahonnan én számolom, az első kiállításom Móron volt. Itt megnézte egy pár kortárs művész, amint óriási meglepetés volt, hogy egyáltalán kíváncsiak voltak rám, és aztán beindult onnan gyakorlatilag kiállításról kiállításra pakoltam, mind itt volt Budapesten, és hívtak engem. Nagyon sokat voltam művésztelepen, rengeteg művész barátom lett, és ők ebben segítettek nekem. Az elején tájképeket festettem, ott sikerült elérni, hogy felismerhető és egyedit tudtam egy kicsit ilyen szürreális vonalat hozni. Ez mai napig is nagy szerelem, de 14 hónappal ezelőtt elkezdtem a portrékat, és azóta csak portrékat festek. 20 darab nagyméretű kép készült el ebben az időben. Ebből 18 látható itt. Hullám be a fontosnak tartja az emberi érzelmek kiemelését, ezért is kezdett portrékat festeni. A tájképeim derűs hangulatúak voltak, nagyon sokszor mosolyogtak, kedves képek, és sok-sok humorral, és valahogy így ezeket a mélyebb érzéseket, akár szomorúság, vagy szerelem, vagy boldogság, ezeket igazán nem tudtam már ebbe kifejezni vagy megmutatni, és ezért jöhettek talán a portrék. Sokkal több érzelem van bennük az adott hangulatomnak megfelelően. Mindegyikben benne vagyok azért egy jócskán. A színek inspirálnak. Mindig látom nagyjából, hogy milyen színt szeretnék látni. Érdekes, most eszembe jutott, hogy ez a festmény itt mellettem, ez egy virágcsokor ihlette. Borzaska nevű, még a növé, hogy a virág nevét is emlékszem rá. Abszolút ez a két szín, a lilás és a türkisz szín, ez ebből a virágból indult, de sosem tudom, hogy mi az, amitől aztán így annyira beindulok, hogy nem tudok szabadulni, és megszületik a végén a kép. Lehet az íz is, vagy egy film, egy jó zene. Tehát jó lenne tudni, hogy mi a recept, de nem tudom. A művész egymás után kapja a felkéréseket, de saját bevallása szerint nem szeret modellekkel dolgozni, inkább fotókról fest. A kiállított alkotások főszereplői egyébként egytől egyik hölgyek. Picit szeretném ellensúlyozni azt is, ami most nagyon trendi. Én azt gondolom, hogy átesünk sokszor a ló túloldalára, és annyira fontos szerepet szánunk a nőknek, hogy lassan sajnálom a férfiakat itt körülöttünk. Én szeretném egy kicsit, vagy én úgy gondolom, hogy a hagyományos út járhatóbb ezen a területen.
Nekem fontos, hogy itt a szépséget hangsúlyozzam a nőkben. Attól féltem, hogy unalmas lesz, amit csinálok. Tehát, hogy valószínűleg ez a legnagyobb fóbiám, hogy középszerű és unalmas. De ez bármilyen területen igaz az életemben, már a tájképeknél is. Tehát, hogy így nagyon nehéz úgy portrét festeni, hogy ez változatos legyen. De színeiben is próbáltam ezt, és a hangulataikban is. Tehát ha csináltam, vagy festettem egy olyan képet, ami mondjuk fájdalom látszott, vagy valami ehhez hasonló érzés, akkor a következőt biztos, hogy egy jókedvű, vagy egy bohókás kép követte. Talán ezzel is próbálom magamat védeni, hogy nehogy sablonos legyen, vagy unalmas. Szerintem ez így marad nálam, hogy nekem talán ez a legnagyobb fóbiám. De ez azt gondolom, hogy visz előre, de nem egyszerű azért ezzel megküzdeni. Egy harcos nő ő, és a tulajdonosa óriás szerelemben van vele, és ő szokta nekem mindig mondani, hogy ő az örök létet ábrázolja, ő úgy érzi, és azt gondolom, hogy ő nagyon jól megfogta ezzel. Ő ebben a sorozatban, ő volt az első kép, Zoé, minden festményem, ennek van neve, és így is említjük őket mindig. Ő úgy született, hogy talán azt hirdeti, hogy ez egy nem lesz könnyű út, de csinálni kell, és benne van a harc, de az öröklét is. Bea azt mondja, a portréfestés során nem követ mintákat, próbál egyénileg boldogulni. Így gyakran kísérletezik különböző eljárásokkal. Az én világom ez, próbálom minden munkánál egy kicsit máshogy használni a késeimet, nagyon gyakran nem is használok ecsetet, kőműves szerszámokkal leginkább. És tehát, hogy ez egy óriási fejlődés, meg tanulás nekem. Én magam is észreveszem, hogy mennyit változott, mennyivel könnyebben csinálom, mert hiszen benne van a kezemben. A festményeken ábrázolt hölgyek sokszor titokzatosak, így az alkotások különös játékra invitálják a nézőket. Én nekem az anya-lánya kapcsolat volt ebben az elsődleges, de nem biztos, hogy ez így van, mert hogy a titokzatosság talán a legfontosabb, és az a dolog, hogy ez ne legyen teljesen egyértelmű, hogy miről szól ez a kép, hogy egy jókora kérdés legyen, elgondolkodtató, szintén ott maradjon a néző a kép előtt, hogy lehet találgatni, hogy ki kicsoda. Van olyan vonal, amit annyira nem szeretek, bennem az anya lánya a legerősebb, de azt gondolom, hogy rejtő sok mindent ez a kép, amivel el lehet játszadozni, vagy az ember bele tudja tenni saját magát. Tehát hogy az lenne a cél, hogy ne feltétlenül az én érzéseimről szóljon, mert hogy én beleteszem magam a képbe, de hogyha a néző saját magától fel tudja építeni, vagy ő a saját érzéseit bele tudja tenni, akkor szerintem az a legnagyobb boldogság, hogy akkor érte meg igazából. Hullám be a festmények születésének titkaiba is beavatott minket. Mindenképp a szín az első. Hát, hogy nagyjából látom, hogy ezek erősebb színek, vagy sokkal lágyabb, paszteresebb, azért meghatározza az arcot is. Tehát mindenképp a szín az első. A második a tekintet. Tehát, hogy az nagyon fontos. Emlékszem, hogy a tájképeknél is az volt nagyon erős bennem, hogy ott maradjon a néző a kép előtt. Tehát ne csak elsuhanjon, hanem legyen mind gondolkodni. Azért voltak egyébként apró részletek is a tájképen, hogy azzal is ott tartsam, hogy legyen mit böngészni rajta. Egy nagyméretű portrénél ez nagyon nehéz, valószínűleg a tekintettel próbálom egy kicsit ott tartani az embereket. Vagy éppen a tekintet hiánya lehet érdekes, és tehát izgalmassá, titokzatossá a képet. Itt semmit sem szerettem volna direkt közölni, vagy
azzal elmondani, amit egy tekint, amire egy tekintet képes. Vitt nagyon a szín, a piros, csikos dolog volt talán a legelső gondolatom, hogy ezt a vibráló dolgot szeretném beletenni. Egyébként érdekes, mert nagyon sokáig sál volt a fejemben, és aztán az utolsó pillanatban döntöttem úgy, hogy nem sál lesz a nyakába, hanem eltakarom a szemét. Akkora játék van ebbe a képbe, és egyébként úgy szeretik. Talán az egyik legsikeresebb a kis kollekcióból. Az volt a lényeg, hogy legyen benne egy játék. Lehet itt találgatni, hogy ki van alatta. És az nagyon sikeres lett végül. Angie volt az a portré, ahol gyakorlatilag bejött a képbe az, hogy különböző nációk jelenjenek meg. És azóta is ő az egyetlen fekete bőrű hölgy a sorozatban, de elindított azért egy olyan vonalat, hogy azóta megjelent már több különböző nációból is portrém, úgyhogy ezt szeretném megtartani, meg erősíteni. Az érdekessége az nem a keletkezésével kapcsolatos, hanem nemrégiben elért karrierje csúcsára, és egy lemez borító ő szerepel, és ez óriási boldogság nekünk. Most jelent meg december elején az album, úgyhogy azt gondolom, hogy elért mindent, amit el lehet festmény formájában. Szeretném egy kicsit a népviseletünket valahogy majd előtérbe helyezni a portrék során. Egyre jobban érdekelne, hogy hogyan lehet ezt összehozni, a mi motívumainkat, és gyakorlatilag bármelyik ország népviselete nagyon izgalmas nekem, úgyhogy ez is most egy ilyen nagy feltörekvő, meg el nem nyomható gondolat mostanában. Ez a kiállítás december 8-áig várja a látogatókat. Sándi Gyula építész születésének 150. évfordulója alkalmában nyílt kiállítás a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban. A különleges tárlat az építész hagyatékából válogat. Folyamatosan zajlik a munka az egykori postapalotában. Utoljára a II. Világháború után történt itt hasonló rekonstrukció. Az impozáns épület hamarosan ismét a régi pompájába lesz látható, hasonlóan ahhoz, amilyennek azt Sándi Gyula a 20-as években megálmodta. A híres építész nevéhez még számos ikonikus épület megtervezése fűződik, ezeket is megismerhetik, ha ellátogatnak a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontba, ahol rendhagyó tárlat mutatja be a 150 éve született Sándi Gyula életművét. Ahogyan Sándi Gyula és alkotótársai is és kortársai is hatalmasat alkottak, és bármerre nézünk itt az országban vagy a városban, olyan látványban van részünk, és olyan élvezeteket tudhatunk magunkénak annak kapcsán, ahogyan szembe jönnek velünk ezek az épületek, hogy réteg lenne ezekről időről időre nem megemlékezni. A kiállítás Sándi Gyula hagyatékából válogat. A kiállítás Sándi Gyula életművét mutatja be, számos híres tervrajzán, dokumentumán és épületein keresztül, kezdve a hódmezővásárhelyi megbízásoktól, a Foerk Ernővel való közös munkán keresztül, az evangélikus templomok tervezéséig, de a 12. kerületi kötődése és nagy hangsúlyt fektet a kiállítás, miután Sándi Gyula pályafutásának több időszakában is alkotott a hegyvidéken. A kiállításban megtalálható a rokonai és barátai számára tervezett kútföldi nyaralók képei, vagy a későbbi világhírnek örvendő magyar optikai művek egykori épületéhez tervezett bővítési terve is. Sándi Gyula olyan mesterektől tanulhatott, mint Schneider János, Steindl Imre vagy Petsz Samu. Ez a speciális egyéni stílusa a szecessziónak, gótikának, az ő művészetében egész egyedi formában tükröződött. Ugye látható az épületein ez a
klinker tégla, homlokzatok, falak, amik nem vakorat nélküli épületeknek a megjelenése. Messziről tulajdonképpen látszik az ő stílusa. A Sándi Gyula munkásságát bemutató kiállítás március végéig tekinthető meg. Különleges programsorozattal készül az adventi időszakra a Hagyományok Háza december 7-e és 16-a között a Korvin téren és a felújított Budai Vigadó épületében. Vendégünk Tucsni Anna, a Hagyományok Háza főosztályvezetője. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Hát mitől lesz igazán különleges ez az adventi programsorozat? Köszönöm a meghívást. Az adventi időszakban egy 10 napos ünnepváróvásárral készülünk a visszaköltözés után a megújult Budai Vigadóba, illetve a Korvin térre. A 10 nap alatt a téren 12 faházban várjuk a kézműveseket, és különféle népi iparművészeti tárgyakat lehet majd tőlük vásárolni, úgyhogy igazából bízunk benne, hogy mindenki a családi ajándékozási listájával, hogyha érkezik, akkor nagyon különleges ajándékokat fog tudni találni itt a szeretteinek. Milyen portékek lesznek, és ez a kis mini vásárt mi különbözteti meg a többi adventi vásártól? Igyekeztünk úgy meghívni és invitálni a kézműveseket, hogy ők mind a saját éves munkájuk gyümölcseit és terméseit fogják elhozni. Ők népi iparművészek, zsűrizett termékekkel érkeznek, ami azt jelenti, hogy a Népművészeti Egyesületek Szövetsége biztosítja azt a minőséget, amit ők képviselnek. Nagyon különböző portékákkal érkeznek ők, a különböző szappanoktól kezdve, a hímzett terítőkig, a fajátékoktól, a mindenféle népi iparművészeti ihletésű ruhákig bezárólag meg lehet találni majd nagyon különböző ajándékokat a vásárban. És ajándékokat is lehet készíteni, vagy legalábbis díszeket, ugye? Amit így akár van. Ajándékba is lehet adni. Így van, így van. A 10 nap alatt a hétvégékre egy kicsit jobban ráfókuszálunk, és a szombat-vasárnapok alkalmával bent a Budai Vigadó teljesen újonnan átadott kézműves műhelyeiben egymással párhuzamosan 4 helyszínen várjuk majd azokat, akik saját maguk szeretnék elkészíteni akár a szeretteiknek az ajándékot. Ezekre a foglalkozásokra honlapunkon keresztül lehet beregisztrálni, és bőrözés, népi ékszerkészítés, kékfestőkendőkészítés is szerepel a palettában. Kik azok, akik ebben a munkában segítenek majd, és akiktől tanulni lehet? A Hagyományok Háza oktatói, kézműves tanfolyamainak oktatói, illetve mindazok az oktatók, akik közreműködnek a mi programjainkon, képzéseinken. A hétvégék alatt tőlük vásárolni is lehet, tehát nem csak kint a téren, hanem bent a Budai Vigadó épületében is lesz adventi vásárunk, úgyhogy érdemes nem csak kint a téren megállni, hanem bejönni az épületbe is. Főleg, hogyha családdal érkeznek. Igen, ezt akartam éppen kérdezni, hogy a gyerekeket, családokat mivel várják majd? Külön lent a Halmos Béla, illetve Karsai termünkben, illetve az átrium, olyan átadott átrium helységünkben egész napos gyermekprogrammal várjuk a családosokat, nagymamákat, gyermekeket. Gyermekkoncertek, interaktív előadások, mesemondás, kézművesség külön a gyerekeknek, egy kis tánctanítás, hangszersimogató, szóval mindenféle tartalmas időtöltéssel készülünk a családosok számára, akár úgy, hogy közben a szülők egy kicsit körbe tudnak barangolni az épületben ajándékvásárlás címen, addig a gyerekek nagyon jól fogják magukat érezni a lenti termeinkben. A színpadi fellépők közül kiket emel neki? Színpadi programokkal kint a Korvin téren készülünk. Egy kis színpaddal, ahol minden hétköznap este egy-egy 6 órakor kezdődő koncerttel várjuk az érdeklődőket. A Szent Efrém kórus fogja megnyitni ezt a színpadi programsorozatot, és a hét folyamán hétköznap a Szalonna és bandájával, Romengóval, Csóri Sándorral és fiaival is találkozhatnak az érdeklődők. Hétvégén itt is egy picit hosszabb időtartamban töltjük meg programmal a színpadi műsorunkat, úgyhogy betlehemező csapatok érkeznek, kórusok előadása, az Óbudai Népzeneiskola vagy a Váci Zeneiskola fellépő csapata is érkezik hozzánk. A néphagyományokat, a még élő néphagyományokat hogyan tudják majd láthatóvá tenni és bemutatni?
Egyrészt ezek a betlehemes szokások olyanok, amik nagyon régből erednek. Most már vidéken szerintem vannak még olyan helységek, ahol akár ez élő módon is megjelenik. Itt Budapesten kevésbé lehet velük találkozni. Ezek azok a télköszöntő szokások, amik gyakorlatilag nagyon hosszú évtizedekig szerves részei voltak a falusi emberek mindennapjainak. Ezt szeretnénk egy kicsit újra visszahozni ide a városba. És hát mindezek a kézműves programok is ugye a téli időszaknak nagyon jellemzői voltak a régi időkben, a fonóban, hogy összegyűltek a lányok, asszonyok, fiatalasszonyok, és hasznosan töltötték a sötét esti órákat. A betlehemezésbe egyébként be is lehet kapcsolódni, vagy csak bemutatják, hogy hogyan nézett ki ez egykor? Ez majd csapata válogatja, lesz olyan, aki inkább egy bemutatóval készül, de lesz olyan, ahova abszolút egy kis táncos megmozdulással várják az érdeklődőket, hogy becsatlakozzanak. Táncházzal is készülünk a hétvégékre, kint a szabadtéren is, hogy az átfogyott test végtagokat egy kicsit átmozgathassák a látogatók, illetve a két szombaton, 8-án és 15-én bent a Budai Vigadó épületében készülünk egy kis táncházas programmal, két zenekar is várja majd a táncházas közönséget. És hát emellett a színháztermünk sem áll le természetesen. Egyrészt a amatőr néptánc együttesek ilyenkor szokásos karácsonyi évzáró műsorai lesznek láthatóak a színházteremben, illetve 12-én, december 12-én egy nagyon rendhagyó koncerttel készülünk, összefogás hagyományőrző mestereinkért. Erdélyből indult ez a kezdeményezés, hosszú éveken keresztül nálunk is volt már ilyen koncertsorozat, és igazából ez egy jótékonysági koncert, minden fellépőnek van saját személyes kapcsolata azzal az idős mesterrel, akinek a javára fel fogjuk ajánlani a befolyó bevételünket, és egy nagyon, nagyon színes, változatos programmal készülünk. A Szalonna és Bandája, magos zenekar, énekesek, a Magyar Állami Népi Együttes táncosai fognak részt venni ezen a gála koncerten. Hogyan indult el egyébként ez a kezdeményezés, mit lehet róla tudni? Ugye a táncházas mozgalomban, a népművészetben nagyon fontos az, hogy ne engedjük el úgymond azoknak az időzenészeknek a kezét, akik akár betegség, akár az élethelyzetükből adódóan már nem is tudnak muzsikálni, tehát nem tudják úgymond a napi betevőt összemuzsikálni, megdolgozni érte, és felelősséggel tartozunk ezekért a mesterekért, hiszen tőlük tanultunk, az ő zenéjük él tovább a mai budapesti, vagy Kárpát-medencében bárhol megtalálható zenekaroknak a tevékenységében, így mindig keressük azokat az alkalmakat, ahol tudjuk őket segíteni, támogatni. Erdélyben is ez nagyon rendszeres, ott is több táncházzal készülnek, Marosvásárhelytől egészen Kolozsvárig, és erre a kezdeményezés sorozatra csatlakozunk rá mi is itt a Hagyományok Házában. A programsorozaton mely tájegységek hagyományai elevenednek majd meg? 2017. januárjától a Hagyományok Háza Kárpátalján, Felvidéken, Erdélyben és a Vajdaságban is elkezdte kiépíteni a hálózatát. Ennek az egyik bemutatkozása lesz most ez a 8-án a Muravidék nap a Hagyományok Házában. Egy egész busznyi vendégsereget látunk vendégül 8-án, és gasztronómiai bemutató lesz, készülnek ők is kézműves programmal, aznap a gyermekprogramot is muravidéki gyermekjátékok és mesék fogják kitölteni, és este egy gála műsorral mutatják be a különleges muravidéki tánc és zenehagyományt. Ez egy nagyon kevéssé ismert tájegység, a muravidéki zene és tánc. Nagyon kevés információnk van most már ezekről a területekről, és igyekszünk még bemutatni az ottani élő néphagyományt, akár a gasztronómiai, akár a zenés-táncos kultúrát. Igazából azt gondolom, hogy ez egy remek lehetőség, hogy itt Budapest szívében, a Hagyományok Házában házhoz jönnek a muravidéki ízek, illetve táncok. Rengeteg-rengeteg programmal találkozhatnak a látogatók, gondolom ezeket meg lehet találni a Hagyományok Háza weboldalán is, ugye, hogy mikor, hol és mivel várják az érdeklődőket. Igyekeztünk összegyűjteni tematikusan is, illetve idősorrendben is ezeket a programokat, úgyhogy a Hagyományok Háza weboldalán az ünnepvásár menüpont alatt napra, időre, órára lebontva
átböngészheti mindenki, hogy mi az, ami őt érdekli, de igazából nagyon szívesen ajánljuk ezt a programot azoknak is, akik egy kicsit szeretnének az ünnepre hangolódni. Az első hétvégén fényfestéssel is készülünk, a Budai Vigadó épületére egy nagyon különleges, kifejezetten erre az épületre tervezett fényfestés program fogja az esti órákban már várni az érdeklődőket, és minden programmal, magával a vásárral, egy jó forralt bor mellett én azt gondolom, hogy ennél remekebb esti kikapcsolódást nem is tudnék ajánlani. És még egy picit beszéljünk arról, hogy mennyire tudták belakni az elmúlt hónapokban a Hagyományok házát, amely az elmúlt években ugye teljesen megújult a pincétől a padlásig, ahogy ezt mondani szokták. Így van. A december 31-ig látható a kiállítás, a Makoldi Sándor emlékére berendezett kiállítás a kiállítótérben. Januártól teljesen új kiállítás programmal készülünk, a busó hagyományokat szeretnénk majd egy kicsit jobban bemutatni a farsangi időszakban, illetve a Fölszállott a páva tévésorozatnak a elmúlt 5 évadában készült fotók kiállítása lesz majd megtekinthető a teljesen újján átadott fotógalériánkban. Átköltöztetünk most már minden gyermekprogramot, a színházterem is teljes üzemben működik, a Magyar Állami Népi Együttes előadásai láthatóak havi rendszerességgel, illetve emellett a Mesterek és Tanítványok koncertsorozatunk, januártól határon túli együtteseket is újra vendégül látunk az épületben, úgyhogy nagyon színesen sikerült betölteni ezeket a tereket. Tavasztól új programokkal is készülünk, majd kicsit jobban bevonjuk az újonnan átadott átriumunkat is, nem csak ilyen vásári időszakban, hanem akár gyermekprogramokkal, interaktív programokkal, illetve egy táncás sorozatot is indítunk januártól. Heti rendszerességgel szombatonként fogunk várni mindenkit, aki akár teljesen laikus módon szeretne egy kicsit jobban megismerkedni a néphagyományainkkal. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Friss Kultúrponttal, ahogy már megszokhatták, minden szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!